Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyvízi műsorában, és köszöntöm Komjáti Imrét, az MSZP társelnökét, aki egyébként egy elnökségi ülésről, viharos elnökségi ülésről, jó napot kívánok, érkezett ide hozzánk. Szorgos, dolgos elnökségi ülésről, sok feladatunk volt, és sok döntést kellett meghoznunk. De az a döntés nem Önökre hárult, hogy válasszanak új köztársasági elnököt? Nem, ennek két oka is van. Az egyik, hogy a Momentum és a DK döntést hozott, hogy ők nem vesznek részt a jelölésben, innentől kezdve, mivel kellenének a közös akarathoz, a közös döntéshez, így eleve okofogyottá vált ez a történet. A másik, hogy egyébként sem tartottuk volna jónak azt, hogyha belemegyünk egy castingba, mert azt gondoljuk, hogy ebben a helyzetben két dologra kell fókuszálni. Arra a morális és elkölcsi válságra, amiben a Fidesz most van, illetve a gyermekvédelem ügyére, és szerintem ez a legfontosabb. És mi erre szeretnénk hangsúlyt fektetni az elkövetkező időben. Mindjárt beszélünk erről is egyébként, de azért mégiscsak Orbán Viktor a nagy önállóságát mutató Fidesz frakció egyetértésével ajánlott valakit, Sulyog Tamást, aki jelenleg az Alkotmánybíróság elnöke, és azt gondolom, hogy erről azért az MSZP-nek, nem tudom, hogy az elnökség állást foglalta ebbe az ügyben, de hanem akkor is nyilván önnek, az elnöknek megvan az véleménye. Keveset tudunk Sulyog Tamásról, legfeljebb annyit, hogy az Alkotmánybíróság szorgosan kiszolgálta idáig a Fideszt. Ez szerintem éppen elég. Egyébként az elnökségben volt téma erről, úgy alakítottuk ki az álláspontunkat is ezzel kapcsolatban, tehát nem volt nagy vita. Tehát Sulyog Tamás valóban kiszolgálója ennek a rendszernek. Többször is tanúbizonyságát adta ennek. Például ő volt a felelőse annak, hogy nem lehetett népszavazást tartani a Fudan Egyetemről, az álláskeresési járadékról, az akkumulátorgyárak ügyéről, és hosszan sorolhatnám ezeket a témákat, de egyébként az is nagyon furcsa volt, hogy Sulyog Tamás fia, a Matthias Corvinus College egyik közjogi tagozatának vezetője. Tehát, hogy ezt nem tartotta egyébként összeférhetetlennek, hogy ebben a témában, amikor készült egy beadvány, akkor ő ebben bíróként szerepelt. És ez őt nem zavarta. Tehát ilyenkor mindig felmerül a kérdés egyébként, hogy amikor egy olyan intézmény élére választanak embert, akinek az lenne a feladata, hogy a nemzetegységét megmutassa, vagy akár betartassa Magyarország jogszabályait, az alkotmányt, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy miért olyan embert tesznek oda, akit, hogy az az ember, amit ott csinál utána, akkor azt politikai meggyőződésből teszi, hogy mindig a kormány mellett dönt, vagy pedig éppen fogják. Ön, ahogy mondja, az az érzésem, hogy azt feltételezi, mint ahogy többen is, jó magam is, hogy ez a, tulajdonképpen ez a sor, ami Schmidt Pállal, Áder Jánossal, és most utóbb pedig Novák Katalinnal állt föl, ez folytatódni fog, tehát nem egy igazán önálló entitás lesz a köztársaság elnök. Abszolút, de tudom, hogy ebben vita van a közvetlen elnök választással kapcsolatban, hogy ez most közjogilag hogyan megvalósítható, vagy ha megvalósul, akkor ez hogyan és milyen módon, de egy valamit biztos, az utca emberét, hogyha megkérdezzük erről, vagy van, amikor önmagától is mondja, akkor azért nagyon egyszerűen fogalmazva azt már láttuk, amikor a Fidesz választ köztársasági elnököt. Most már szeretnénk látni, milyen az, amikor a nép választ. Ja, hogy háromból kettő nem tudta kitölteni. Hát, így van, ebből. És ez is mutatja azt, hogy milyen az, amikor Orbán Viktor egyébként választ. Hogy érzi, hogy, és tényleg most nem az MSZP elnökének a véleményét kérdezem, Komjáti Imrét, aki ugye az emberek között élte életét, és van, így föl tudja onnan is a saját véleményét turbózni. Szóval, hogy most már azt mondta az elején, hogy morális válság van a Fideszben, hogy ezt mire alapozzam, mert én azt látom, hogy vannak válságjelek, de Orbán Viktor azt mondta, hogy megerősödve kerülünk ki a köztársasági elnök választásból, nem tudom miért, megerősödve kerülünk ki a NATO utolsóként alól svédek megszavazásáról, tehát mindenből erősebben kerülnek ki. Morális és erkölcsi szempontból már eddig is a békafenek alatt volt a Fidesz. Tehát
az a fajta urizálás, az a fajta úrhatnámság, az a fajta pökhendiség is, és minden egyszerű embernek a lenézése, aminek tanújjelét adták többször, az most még kiegészült azzal, hogy egyébként a társadalom számára egy rendkívül érzékeny témában hoztak nagyon-nagyon rossz döntést. A gyerekek ugye az nem egy megosztó társadalmilag. Tehát lehetett azt eddig mondani, hogy a pedagógusok béremelésére kapcsán megosztott lehet a társadalom. Lehet akár az is, hogy most egy rendőr az mennyire el 40 évesen nyugdíjba, vagy ne. Vagy a közmunkások, ugye sorolhatnám, amiben megosztott a társadalom. A gyerekek kérdésében nem. És ez számunkra különösen érzékeny, mert ők erre egy kampányt építettek, hogy megvédjük a gyerekeinket. Ehhez képest szörnyeket engednek az utcára. És én ennek láttam erős jelét, amikor most hétfőn volt Népjóléti Bizottság ülés, és nem jött el Pintér Sándor. Eljött Rétvári Bence miniszterhelyettes, és eljött Fülöp Attila államtitkár, de mégsem jött el. Ugyanis nem ültek oda az asztalhoz, és válaszoltak a kérdésre, hanem a szakértői szépcsoroknál ültek le, némán hallgattak, arcpirral hát, az arcukon. Egyel hátrébb ültek. Aki. Igen, és láthatóan, szó szerint láthatóan zavarban voltak, égett az arcukról a bőr. Én még Rétvári Bencét nem láttam ilyennek, de egyébként értem, hogy miért. Meg se szólaltak? Nem. Illetve nagyon érdekes volt, mert amikor bejelentette az elnök, hogy határozatképtelen a bizottság ülés, és éppen ezért nem is folytatjuk, és vége van az ülésnek, úgyhogy még igazán el sem tudott kezdődni hivatalosan, akkor Rétvári Bence odajött hozzám, olyat tett, amit egyébként általában politikus nem nagyon szokott egy másikkal, főleg, hogyha nem egy oldalon állnak, de vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy hamarosan válaszolok a kérdéseidre. Ugyanis én újra feltettem neki azokat a kérdéseket, amelyeket tavaly nyáron, hogy hogyan fordult elő az, vagy mivel magyarázzák azt, hogy miközben gyermekvédelmi törvényt hoznak, miközben erre kampányt építenek, 6 gyermekjogi képviselőt kirúgtak. Egyharmadával csökkentették a gyermekjogi képviselők számát. Tehát ugye föltette ezt a kérdést akkor, amikor még ez a pedofil ügy nem volt ismert. Így van, tavaly nyáron, mert értetetlenül láttam előtte, és hogy a nézők értsék, hogy mit jelent a gyermekjogi képviselő. Nagyon szertágazó a gyermekjogi munkája, de az egyik legfontosabb, hogy kijár az otthonokba, gyermekotthonokba, bizalmi viszonyt épít ki a gyerekekkel annak érdekében, hogy a gyerekek tudják azt, hogyha őket bántják bármilyen módon, nem csak szexuálisan, kihez fordulhatnak, és hogy van segítség. 23 gyermekjogi képviselő volt még tavaly nyáron, és ezt 16-ra csökkentették, egy harmadával. Mi az oka? És erre azt válaszolt a Rétvári Bence, hogy egyébként a feladat ellátáshoz megfelelő a létszám. Hát, hogy a túrósba már elnézést, mikor közben megyénként nem jut egy képviselő? Túlterheltek, kiégettek, motiválatlanok, alulfizetettek. Ezt úgy nevezik, hogy rendszerabúzus. Ez az, amikor a rendszer bántalmazza a benne élőket. Ez a rendszer bántalmazza a gyerekeket. Bántalmazás az is, amikor eltusolnak egy ügyet. Bántalmazás az is, amikor megakadályozzák azt, hogy egyébként egy nevelő felemeli a hangját, hogy bántalmazzák a gyereket, és a főnöke azt mondja, hogy ezt ebből nem szabad ügyet csinálni. Mindabból, amit most elmondott, mit fognak tudni képviselni a parlamentben? Hát mi abszolút azt, hogy tennünk kell azért, hogy ez a rendszerabúzus, ez a bántalmazó rendszer, ez megszűnjön. Ennek nem a benne dolgozók az okai, hanem az a hatalom, ami ezt kétharmaddal működteti. Ők vannak kormányon. Ugye az a probléma, hogy már ugye ezt érzékeltük ebben az egész köztársasági elnök körüli botrányban, hogy először megpróbálták elhallgatni, utána, mikor Orbán Viktor érzékelte, hogy ennek van nagyon-nagyon komoly társadalmi felháborodás követő hatása, mint amiről ön is beszélt, akkor megpróbált az élére állni, majd most megpróbálja lezárni. Elmentek, amit idéztem, már erős megerősödve kerültek ki. Mégis az a fontos, amit ön mondott, hogy ez a rendszer abúzust, átveszem ezt a kifejezést, amit mond, ezt meg lehessen szüntetni. Van-e a társadalomban
még ehhez akarat, erő és figyelem. Mert az történt eddig mindig, amit a rendszer abúzust elkövetők akarnak. Csak legfeljebb korábban annyival volt könnyebb a helyzetük, hogy nem terjedt túl az ő köreik, vagy csak a saját köreiket próbálták blokkolni, ami nem csak, bocsánat, mert nagyon sokak vannak, ők vannak többen, hogy ne jussanak el a hírek. Ezek a hírek most eljutottak. Van, és kell, hogy legyen a társadalomban ehhez erő. És ehhez mi kérjük a társadalom támogatását, hogy ezt a munkát mi el tudjuk végezni. Ezt nem lehet politikai lózungokkal lerendezni. Nem lehet annyival lerendezni, hogy mondunk nagyon hangzatos mondatokat, hogy a Fidesz pedofil hálózata, meg a pedofil simogató fideszesek szakma nélkül nem megy. Az MSZP egyik erőssége az, hogy nekünk komoly szakmai kapcsolataink vannak. Mi nem hozunk úgy döntéseket, nem teszünk úgy javaslatokat, hogy nincs megtámasztva a szakma részéről. Ezt a kapcsolatrendszert mi ki fogjuk használni. Kérjük a szakmát, hogy segítsenek abban, hogy ezt a parlamenten belül és a parlamenten kívül is fel tudjuk hangosítani, ezt meg kell oldani a gyerekeink érdekében, fel kell lépni, és nem szabad leegyszerűsíteni a politikai kommunikáció szintjére. Ebben egyébként, hogyha partnerek lennének a fideszes képviselők is, én erre újfent, újra és újra erőfeszítést teszek, és ha kell, akkor kezet nyújtok nekik, hogy ez egy olyan ügy, amit ki kell emelni a politikai térből, és meg lehet oldani együtt közösen, ha olyan javaslatokkal jönnek, ami részünkről támogatható, és mi olyan javaslatokkal megyünk, ami ezt szolgálja, akkor igenis ezt tegyük meg. Legyen már végre egy olyan ügy ebben az országban, amiben egyetértünk, és ezt meg tudjuk csinálni. A gyerekek ügye szerintem nem lehet politikai csatárnak. Nagyon szép gesztus, hogy kezet akar nyújtani, szerintem már ráütöttek a kezére. Nagy esélye, igen. Minden esetre, ha már legyen keretes szerkezetű a beszélgetésünk, ugye elindítottuk az Alkotmánybírósághoz, és térjünk vissza most a bírósághoz. Itt is konkrét ügy van, hogy a mai napon az ön képviselőtársát elítélték, és valószínűleg kúriára fog menni a dolog, mert a két ítélet, az első fok és a második fok eltér egymástól. Minden esetre már követeli a Fidesz a lemondását. Ez egy ilyen keresztbevérési kísérlete annak, hogy valahogy elhanguljanak ezek a köztársasági elnök körüli botrányok, vagy ez a rendszer, ez is a rendszer része, hogy egy ellenzéki képviselőt el kell ítélni, ami azt jelenti, hogy a bíróság is a zsebükben van. Is. Minden alkalmat kihasználnak, és minden lehetőséget arra, hogy kommunikációs takarást tegyenek valamire, amit szeretnének eltakarni, vagy elterelni onnan a figyelmet. A másik, hogy igen, ez a rendszernek a része, üzenet. Üzenet a társadalom számára, hogy egy képviselővel is meg lehet ezt csinálni. Egyébként én majdnem hasonló helyzetbe kerültem, nem is olyan régen, Sóskúton, amikor volt egy lakossági fórum, az akkumulátor feldolgozó üzemmel kapcsolatban, és én első voltam képviselőként, aki oda mentem, hogy én szeretnék bemenni erre a fórumra. És hegyomlásnyi biztonsági őrök állták az utamat, és azt mondták, hogy nem. Elővettem a képviselő igazolványt, és mondtam, hogy már pedig én az embereket képviselem, az itt élőket is, meg mindenkit, aki számára ez fontos, hogy ne döntsenek a fejük fölött. És azt mondták a biztonság, hogy nem, és megfogtak fizikálisan. És én ekkor kihangosítottam, felhívtam a 112-t, és rendőri segítséget kértem, hogy itt egy országgyűlési képviselő, akit biztonsági őrök állítanak meg, és nem hagyják, hogy dolgozzanak. Ugyanezt történt akkor Varjú Lászlóval is. És mi lett a végeredménye egy a Sóskúti történet? Mire kijöttek volna a rendőrök, és be tudtak volna jönni, addigra az ott lévő emberek áttörték a biztonsági őrök falát. Hasonló volt ez a Kossuth téri áttörés, ez 2018-ban, amikor ugye a Kossuth téren neki szaladtam a rendőr sorfalnak, és utána a tömeg későbbiekben áttört ezt a sorfalat, és be tudtunk jutni erre a lakossági fórumra, amiről utána sajnálatos módon a polgármester elmenekült, nem akart szembesülni azzal a hatalmas elemérejű felháborodással. Elnök úr, lenne egyébként egy javaslatom, kedjen el edzeni, mert egy Varjú László nagyon ügyesen birkózott egyébként, ahogy visszaemlékszem ezekre. Van ilyen rutinja esetleg? Én egyébként megboldogult legénykoromban, én kungfusztam 5 éven keresztül. És megmaradt belőle valami? Meg bizony. Komolyan, de nem használta.
Annyiban használtam, hogy amikor földre vittek a rendőrök 2018-ban, azért nem mindegy, hogy esik az ember. Tehát mi megtanultunk annak idején esni is az önvédelem során. Igaz, hogy mondjuk ez nem akadályozta meg abban a tömeget sajnos. Tehát itt ebben rendőrök, tüntetők mindenki benne voltak, hogy ott ugye neki nyomtak egy kőkockának, és kifordult a térdem. És hát azt hittem, hogy azt mondja, hogy egy olyan rugást vitt be, hogy a rendőrt azóta is ápolják, szóval... Nem, de jó lenne, hogyha másik kerül egy... Van a rugás? Már nem is tudom. Van. Ez a Wing Chun Kung Fu, ebben van rugás is, de alapvetően önvédelem, tehát nem támadó, hanem védekező. De hát ha a rendszerről így beszélünk, és ez történik a bíróságon, ez történik a rendőrséggel, ez történik azzal, aki szembe megy a hatalommal, akkor vissza kell térni a Kung Fuhoz. Én azt gondolom, hogy szerintem már unják a nézők, de én nem fogom abba hagyni. Szolidaritás. Annyiszor elmondtam. Minden téren szolidaritás. Én szolidáris vagyok Varjú Lászlóval, mint képviselőtársammal. És kiállok mellette, hogy ez tűrhetetlen, hogy egy országgyűlési képviselőt biztonságőrök földre vigyenek és megtapossák. De ugyanezt várom a társadalomtól, hogy legyenek szolidárisak mindenkivel, aki kiáll ez ellen a rendszer ellen. Sajnos sokszor láttuk, hogy hogyan véreztek el ezek az emberek. Csak egy fekete ruhás nővér. Kiállt, értünk állt ki, az egészségügyi dolgozókért állt ki, az ott megjelenő emberekért állt ki, és elvérzett, mert nem volt akkora kitartása a társadalomnak. Szerintem ebben nekünk politikusoknak van felelősségünk, és van tennivalónk. De ugye azt mondja, hogy szolidaritás nem volt annyi, egy átkötést ad nekem, hogy most sincs meg az az összefogás, ami a szolidaritáshoz vezet, a közös akcióhoz, a közös lépéshez, hogy ezt az abuzáló rendszert le lehessen bontani. Egyre távolabb kerülünk az önök óhajától, hogy itt legyen összefogás, nem? Ez soha nem az MSZP-n múlott. Tehát az első pillanattól kezdve, amikor 2019. január 5-én volt egy tüntetés, és akkor belekiabált a tömegbe Tóth Bertalan, akkori pártelnök, azt, hogy egy-egy ellen. Azóta az MSZP megállás nélkül az összefogás, az együttműködés pártján van. Mert hogy azt látni kell, hogy anélkül nem fogunk tudni eredményt elérni. De természetesen látjuk azt is, hogy igen, egyre távolabb kerülünk ettől. Ezért mi gőzerővel készülünk arra, hogy önállóan kell indulnunk, önállóan kell meggyőznünk az embereket arról, hogy az a fajta szocialista, szociáldemokrata értékrend, amit mi követünk, annak meg kell jelenni az önkormányzatokban, meg kell jelennie Európában, mert ha nem ez jelenik meg, akkor a szélső jobb oldal fog megjelenni. Hát mit még megjelenik a kutyapárt is, legalábbis a legújabb felmérések szerint már 14%-on van. Ez egy valóságos 14% ön szerint, tehát hogy az emberek kétségbeesését mutatják, hogy mutatja, hogy nincsen elég válasz, megfelelő választék számokra? Én azt gondolom, hogy minél többet civakodik nyílt színen az ellenzék, annál többet segítünk azoknak az erőknek, ahol sajnos elveszett szavazatok lesznek, illetve a szélső jobbnál fognak megjelenni sokan. Ez szerintem nagy felelőssége az ellenzéki pártoknak, ezért az MSZP természetesen tovább gyűjti az aláírásokat a közös indulás mellett. Március 15-ét céloztuk meg, hogy addig gyűjtjük az aláírást. Tömegével jönnek az emberek és mondják azt, amit annyiszor hallunk, két dolgot az utcai kitelepüléseken. Zavarják már el ezeket a francba, illetve miért nem fognak össze? Ez nem az MSZP múlik, az MSZP mindig motorja volt az együttműködésnek, most is azok vagyunk és azok leszünk. Komját Imre, köszönöm szépen, visszaengedem önt az elnökségi ülésre, de valami fontosra jöjjön újra. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.